A szolgáltatók szakmai hitelessége, a munkatársak emberi hitelessége, minősége, a működtetett rendszerek nyilvánossága, illetve a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők közötti partnerség. Négy alappillér, mely mentén több éve cselekszenek és döntenek a szolgáltatóváros projekt résztvevői. 35 közszolgáltatót integrál, de a 35 közszolgáltató mögött még további intézmények, tehát közel 100 intézményről beszélünk. Négy érték mentén sikerült úgy őket integrálni, legyen katasztrófavédelem, vagy éppen a bölcsöde, vagy a vízcsatorna művek, ami összehozza őket. Nyilván az alap az, hogy hogyan tudnak minőségben egy szolgáltatói kultúrát adni. Az elmúlt években négy alkalommal, legutóbb az év első két hónapjában mondhatták el véleményüket a városban élők. Minden mérés alkalmával több mint 15 ezeren fejezték ki tapasztalataikat Szolnok közszolgáltatóinak közszolgáltató kultúrájáról. Bevers ügyfélszolgálatot, ahol azt gondolom, hogy több szolgáltató van együtt, itt is lehet látni, hogy folyamatosan nő az elégedettség, sőt most az utolsó vizsgálatban az volt a kérése, üzenik a városlakók, hogy még több szolgáltató, jöjjön a Tigáz, az Elmű, tehát minél több városi szolgáltató legyen akkor itt ebben az épületben. Volt olyan, ahol katasztrófavédelem vonatkozásában még sok évvel ezelőtt azt kifogásolták, hogy nincs ügyfélszolgálat, ma már van. A projekt eredményességét az is mutatja, hogy Szolnoknak ítélték a szolgáltató önkormányzat díjat, amit Szalai Ferenc a város első embere vehetett át. Az elismerés Pogácsás Tibor államtitkár, illetve Mihály József, Tata polgármestere adta át.